Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, hát rendkívüli év a 2020-as, én azt gondolom, hiszen a koronavírus járvány agrárgazdasági hatásai és következményei azt hiszem, hogy rányomták a bélyegét mindez idáig erre az esztendőre is. Többek között erről is fogunk beszélgetni vendégem, Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöket. Tisztettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. Hát nyilván Brüsszelben is nagyon sok szó esik erről. Az elmúlt időszakban Nagy István agrárminiszterünk számos olyan konferencián vett részt, ahol szóba került, viszont nagyon fontos, hogy a földeken, illetve közvetlenül a gazdák mit érzékelnek az agrárgazdasági hatásokból a koronavírus járvány okán. Hát sajnos a koronavírusról úgy kell beszélnünk, hogy nem egy elmúlt tényről, hanem egy jelenleg is inkább terjedő veszélyről, tehát korán sem tudjuk még azokat a messzebb menő következtetéseket levonni, amit majd reményeink szerint jövőre vagy azt követő évben már megtehetünk, és ugye az emberiség úrrá lesz ezen a víruson. A magyar mezőgazdaságot a kollégaszektor kivételével szerencsére kevésbé érintette a vírus, hiszen a gazdák tudtak a földeken dolgozni. A kormányzati intézkedések alapján az áruszállítás, tehát ugyanúgy az import, mint az export, az még ha akadozva is időnként, de működött. Tehát megteremtődtek azok a feltételek, ami alapján a gazdatársadalom termelni tudott. Ha lehet ilyet mondani egy ilyen pandémiás helyzetbe, kevesebb importáru áramlott be, épp azért nyilvánvaló bizonyos szállítási fennakadások okán is. Következésképpen ez még a magyar gazdaságnak, a magyar termékek eladhatóságának, keresletének még bizonyos értelemben jót is tett, azzal együtt, hogy igenis, erősíteni kell azt a folyamatot, amiről már itt a stúdióban is beszéltem, hogy magyar termékek után nyúljon a vásárló, hiszen ezek a magyar termékek nyomon követhetőek, biztonságosak, nem hűtőházak kényszerkirítése során felengedett hústermékekről van szó, hanem friss tőkehúsokról. Hát amennyiben ugye magyar termék, mert tudjuk jó, hogy több országot érintve a koronajárvány, ürítették ki a hűtőházakat, és nyomott áron ezeket időnként megpróbálták Magyarország felé is értékesíteni, akár a spanyol sertéshúsról beszélünk, akár a román 650 forint körüli csirkemerről. Igen, nagyon fontos, hiszen a miniszter is úgy fogalmazott, hogy az európai polgárok szemében is felértékelődött a élelmiszerbiztonság kérdése. És ez Magyarországon mi nem érzékeltük, hála Istennek, viszont ezzel mindenképpen foglalkozniuk kell a gazdáknak a későbbiekben. Hiszen nem csak koronavírus járvány, hanem kell, hogy szó essék a szélsőséges időjárásról is. Ami aztán azt gondolom, hogy alaposan rányomta a bélyegét a mai árakra is, hiszen ha a gyümölcsöket nézzük, és akkor kérem, hogy vegyük sorba, akkor én azt hiszem, hogy furcsa árak vannak most a jelen időszakban. Ez köszönhetően az aszálynak, a későn jött, de utána a bőséges esőnek, tehát soha nem úgy volt, mint ahogy kellett volna lennie. Hát idén nagyon fele más az időjárás, bár ezt több évre elmondhatjuk. Azért, mert ha megnézzük, hogy ilyen aszályos tavasz a 1901 óta nyilvántartott időjárási időszakot figyelembe véve, tehát meteorológiai adatokat figyelembe véve, kettő volt. 2007-ben és valamikor a 40-es években. Tehát a harmadik legaszályosabb tavaszt éltük meg. Ugye ezt követően, hogy nagy nehezen azért az aszályba is a földbe került a mag, vagy elkezdett érni a gyümölcs, utána jöttek ezek a igencsak esős időszakok. Például a medgy,
vonatkozásában nagyon szép árral indult, 260-50 forint körüli felvásárlási árral. Későbbiekben a nagy mennyiséget figyelembe véve csökkent az ár, időnként bekukkantott 200 alá is, majd pedig megint elkezdett emelkedni, hiszen a fürtös meggyek, újfehértói fürtös és sajnesorója, Olecsinszkája, minden fajtát, gyakorlatilag olyan eső miatti gombafertőzésnek lettek kitéve, hogy szó szerint le kellett néheket rázni. De nem eladásra, hanem ugye a földre. Hiszen az eső hatására ugye a gombák a szöveti szerkezet közé befészkelődhettek, a hús minősége nemhogy harsogó és szilárd volt, hanem sokkal gyengébb lett, és hát ezt még a lémegynek feldolgozott feldolgozóipari vállalatok sem nézték jó szemmel, hiszen ad nekik is azért minőségi terméket kell bizonyos értelemben az asztalra tenni. Tehát megyből elvileg lett volna bőségesen, de azok a körülmények, amit az időjárás produkált, tönkretette szó szerint a termés végét, de ez igaz a kajszira is, amelyik negyed annyi termet, mint az előző évben, és a minősége messze elmaradt a szokásostól. Na most ugyanúgy, mint a szilvánál, a kajszinál is a pálinka főzőknek nagyon drága volt a gyümölcs, tehát nem is igen vásároltak. Azért pálinkából vannak Magyarországon valószínűsíthetően olyan készletek, ami nem fogja hát kitenni a piacot a tekintetben, hogy nem lennének ilyen termékek majd a áruházak polcain. De ha már a szilvánál vagyunk, akkor itt valamelyest segített az ár vonatkozásában, és tudjuk, 400-500 forint volt egy kilogramm szilva. A feldolgozók tekintetében a déli országokból jövő szilva áradat gyakorlatilag, mert ott Szerbiában például bőséges termés volt szilvába, és onnan pótolni tudták a feldolgozók. Őszi barackból pedig látható volt, még az import sem tudta pótolni, hogy jó minőségű, tartósan friss gyümölcs kerüljön a piacok polcaira vagy pultjaira, és ott ezzel találkozzunk. És ez természetesen meglátszott az árakon is. Az árakon abszolút meglátszott, hiszen ha csak a nyári almát nézzük, hát 600 forint körüli árak voltak, 6-700 forint körüli árak, tehát a 2-300 forintos ár duplájára emelkedett. Most itt vitatkozhatunk, hogy mennyi ebből a kereskedő, meg egyéb haszna. Ezek a haszonkulcsok ugye hosszú évek óta nem változtak, nem tudtunk rajta változtatni, de egy nagyon domináns áremelkedés történt, épp a keresleti szívóhatás és a meg nem termett termék miatt. És a minőség sem volt egységes. Hát a minőség is megütötte az átlag közepes vagy annak az alsó szintjét, tehát az az igazi magyar minőség épp az időjárás miatt nem jött elő. Tehát azt kell mondani, hogy a mezőgazdaság ezen szektorába az időjárás és az időjárási kitettségek nagyobb kárt okoztak a termés minősége és mennyisége tekintetében, mint ugye a pandémia. Persze az árak kompenzálták, de azért ne feledjük el, hogy az árakat a vevőnek kellett megfizetni. Igen. Tehát az áraknak az emelkedése mindnyájunkat érintette. És hogyha itt a kollega szektornak a szereplőire gondolok, akik kikerültek adott esetben a munkaerőpiacról, és ugye annak is a felszívó hatása húsok és egyéb tekintetében ugye elmaradt, hát bizony annak a áremelkedés messze hát problémát okoz, és ezeknek a megvásárlása. Tehát a pandémia össztársadalmi és gazdaságpolitikai szempontból, nyilván ezzel nem mondok újat, nagyon károsan befolyásol folyamatokat. A folyamatoknak a végső
következményeit még nem lehet teljes mértékben megállapítani, kialakítani, hiszen Európa is, és ha már itt az Európa Unióról beszélünk, ilyen változó, hol vállalkozói szemlélettel, hol pedig ilyen teljesen ökosztín, környezetvédelmi szemlélettel gondolkodik. Tehát nem véletlenül tüntetnek különféle nyugat-európai országokba ugye a Green Deal teljesen szélsőséges elképzelései miatt, közben beszélünk a nyomon követhetőségről, majd pedig a Green Deal-esek azért elmondják, hogy ők azt szeretnék, hogyha Európában nyomon követhető minőségi termék, nem tömegtermékek lennének, hiszen ez a gazdaság alkalmas erre, tehát egy nagyon magas hozzáadott értékű, majdnem ökoterméket állítana elő egész Európa. Igen ám, de ebből nem leszünk önellátóak. És ha nem leszünk önellátóak, akkor értelemszerűen más országokba nyomon követhetetlen, agyonvegyszerezett termékek kerülnek az asztalunkra. Tehát ez egy nagyon felemás és ellentétes dolog. Ugye szélsőségesebb termelők megfogalmazzák az Európai Unióba is, hogy rendben van, ki lehet vonni egy csomó hatóanyagot, ki lehet venni a gazda kezéből ezeket. Először is azzal fog tudni válaszolni, hogy nem termel. Hát majd látjuk a repcénés és másnál is, hogy bizony vannak gondok, hiszen cserébe nem kap semmiféle olyan technológiai lehetőséget, amivel meg tudja védeni a termékét. Nem beszélve arról, hogy a többszöri permetezés más hatóanyagokból azért nem környezetkímélő, hanem inkább környezetromboló. Közben a gazdát érintik ezek a szélsőséges, időjárási viszonyokban bekövetkezett változások is, az éghajlatváltozás. Tehát az éghajlatváltozásból eredő nagyobb rovar és gombanyomás, és közben a szerkivonásokkal együtt ugye a védekezési képtelensége következik be. Ezáltal, ahogy említettem, szélsőségesebb nyugat-európai gazda képviselők már megfogalmazták azt, hogy rendben, tegyék ezt a környezetvédők, de tessék megmutatni azt az 1 milliárd embert, aki éhen fog halni. Na most ez szélsőséges azért, mert természetesen a világ be fogja pótolni az Európai Unió hiányát, hogyha Európa nem akar termelni elég mennyiségű terméket. Tehát éhen halásról ilyen értelemben nem lesz szó. Csak nem azokkal a feltételekkel és feltételrendszerek mentén, amit megkövetel az Európai Unió gazdáitól. Igen, hát ez a 22-es csapdája bizonyos értelemben. És ha most megvizsgáljuk, hiszen már szóba került, hogy a szélsőséges időjárás a növénytermesztést miként változtatta meg, a hozamokat és az összes többit, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy bizony nagy baj van. Tehát amit az ön az imént felsorolt, azt annak figyelembevételével nagyon új utakat kell választani, mert hogy azt is tudjuk, hogy ugye az őszi vetéseket, ha most már talán nem is annyira, hiszen most már az aratás megkezdődött, és azért tudjuk, hogy azok a negatív hangvételű megszólalások nem igazán jöttek be, de azért megviselte a szélsőséges időjárás, és ez az általános várakozás alatti termésmennyiség. Ha nézzük akkor meg a búzát, hiszen búza, árpa, rozs, és majd a későbbiekben a tavaszi vetéseket. Búza vonatkozásában a gyengébb várakozások nem váltak valóra, mert a búza és a búza nemesítés alapján szinte a 24. óra utáni egy percbe, elnézést a profán nap szó használaté, de hát nyilvánvaló, ha 24 óra, akkor nincs egy perc, de 24 óra utolsó perceiben kapott eső, még a szemkiteljesedésbe hozott valamit. Tehát ezért a búza tekintetében a mennyiség elmaradt a szokásostól, de nem történt semmiféle olyan mennyiségi tragédia, ami
nagyságrendileg változtatta volna az előző éveknek a gyakorlatát. 5,3 tonna per hektár van átlagosan az országban hektáronként, és 899 ezer hektáron került nem csak elvetésre, hanem betakarításra is az őszi búza. Az őszi búzának a paraméterei változók, de kellő mennyiségű étkezési búza áll rendelkezésre, és mivel az aratási időszakban, ez főleg az elején nem voltak olyan komoly esők, amik kimosták volna, ugye a sikért kimosták, rontották volna az esésszámot és más sütőipari értéket, ezért alapvetően a búzát termelő gazdák egy közepesnél kicsit gyengébb, kit hogy viselhet meg ez az aszályos időszak, évet zártak. Ugyanakkor, tehát akkor repce. Ugyanakkor, de hát ha a gabonánál tartunk, menjünk végig, akkor most már gyakorlatilag az őszi árpa az szépen hozta magát, mert 5,49 tonna per hektáros átlaggal szerepelt országosan, ugye ezzel a 234 hektárral a takarmánybázis abszolút biztosítva van. A tavaszi árpa és tritikálé vonatkozásába ez a 4,4,1 tonna per hektár valószínűsíthető, illetve hát ennyi jött be. És itt érdekességként, hát most már érdekességként, gyakorlatként kell tudomásul venni, hogy a tavaszi árpát most már legtöbb helyen ősszel vetik. Tehát az ősszel vetett tavaszi árpa tud ilyen mennyiségeket produkálni, ez még emelkedni is fog, hogyha ez mind szélesebb körbe elterjed. A rózsa és a zab vonatkozásába a 3 és a 3,1, tehát a zabnál 2,9 egész pontosan az a mennyiség, ami országosan termett, de tudjuk, hogy ezeknek a területe olyan 30 ezer hektár körül mozog, tehát fontos takarmány, nyilvánvaló a lovak esetében, de nem kizárólagos ilyen módon, tehát ezeknek az ingadozása azért a gazdaságot nem rengeti meg, mármint a magyar mezőgazdaságot, repce. Repcében már idén láthattuk, és nem az időjárási változások okán alapvetően, hanem a szerkivonások eredményeként, hogy nem lehet, vagy csak igen-igen nehezen megvédeni a repcét. Ha egy kicsit váltunk, és már ugye a repcevetés befejeződött, akkor bizony Fejér megyébe is, én a gazdák körébe azt tapasztaltam, hogy akik eddig repcét termeltek, az jó pár felhagyott. Tehát ezzel a tevékenységgel pont a megvédhetetlenség idézőjelbe okán. Hiszen van csávázás, de a csávázás ugye nagyon rövid ideig hat, nem nikotinoidokról van szó, hanem más csávázószerekről. Sokszor a csávázószer már nem hat, de bizonyos rovarféleségek, bolhák egyéb akkor gradálnak, és akkor piretroidokkal igen nehéz megvédeni. Tehát azt kell mondanom, hogy amit én a környezetemben tapasztaltam, ott bizony 20-30%-os vetési hajlandóság csökkenése tapasztalható. Mivel még nincsenek országos adataink, ezt nem vetítem át értelemszerűen Fejér megye egy bizonyos körzetébe tapasztaltagat országos szintre, de szerintem nagyon is elképzelhető, hogy legalább 10-20% közötti szinten csökken majd a repcetermelésünk, ami egyébként is most már csak 311 ezer hektár volt, és hogyha ez bekukocskál 300 alá, akkor az a fajta olajos növény termesztési lehetőségünk messze alul marad az előző évek lehetőségeitől, természetesen export vonatkozásba is, és ez azért meg fog mutatkozni,
a mezőgazdaság jövedelmezőségén és az egy hektára jutó árbevételén, hiszen a repce egy rendkívül jó árbevétellel és jövedelmezéséggel bíró növény volt, de a magyar gazdák megszerettek, és ma már jól tudnak termelni. Nincs egyelőre, még a láthatáron sem olyan hatóanyag, olyan kémiai szer, ami hát a repcébe a kivont hatóanyagokat pótolni tudna. És ha egy kicsit belegondolunk arra, hogy egy-egy növényvédőszer, ennek a kigondolása, egy-egy molekulának a kitalálása és azt követően, tehát felfedezése, azt követően pedig a gyakorlatba való hasznosítása, körülbelül egy 8-10 éves folyamat, hiszen az Európai Unió növényvédőszer engedélyezési folyamata a legszigorúbb a világon. Ebb különféle hatóanyagonként körülbelül 1-2 milliárd euróba kerül annak a cégnek, aki ugye ezekkel foglalkozik. És akkor úgy kérdőjelet teszünk föl, hogy ezek a cégek, akik már 4-5-6-8 éve foglalkoznak egy-egy szerrel és a bevezetésén, majd pedig egy bizottsági ülésen azt mondják, hogy ezek a hatóanyagok nem kellenek. Mikor fog újból 1 milliárdot beáldozni a kutatásaiba? Mikor fogja újból azt mondani, hogy én belőlem többször is idézőjelben bohócot csináltak, hiszen a 3., 5., 8. évben azt mondták, hogy fölöslegesen dolgoztam, dobjam a szemétkosárba az addigi eredményeket. Tehát ennek ilyen jellegű következményei is vannak, hogy a stratégia, hosszú távú stratégia nélküliség és a meg nem mondott stratégia, csak a nemnek a kifejezése óriási károkat okoz. Hát a kutatásokban, ahogy előbb is említettem, mit kutassanak, milyen irányba? Abba az irányba, amit lehet, hogy 3 év múlva valaki a íróasztal mellett kitalál, hogy az nem jószer. Tehát ugye ezeket le kell ülni az Európai Unióba is, a gazdaszervezeteknek nagyon komolyan össze kell fogni, hogy napirendre kerüljön. Egyetlen gazda nem akar környezet romboló lenni. Ezt mindig is hangsúlyozom. De hát ez a trend. Elég erősek hozzá a lobbisták, illetve azok a mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek, akik ezt ki tudják harcolni? Elég erősek, és Nyugat-Európában tudjuk jó, hogy a gazdaszervezetek egy kicsit másképp működnek, mint Magyarországon. Magyarországon a tárgyalási békés út szerencsére, és ezt egy pillanatig nem mondom, hogy másképp kellene, alapvetően a döntő megoldási mód. Hát ugye a traktoros budapesti tüntetés volt az, amelyik úgymond a legszélsőségesebb volt, mert már a gazdatársadalom nem tudta tovább elviselni azokat a rendelkezéseket, amit az akkori kormány ráhárított. De nem voltak semmilyenkor és semmilyen módon olyan szélsőséges atrocitások, amikor traktorral üzletbe fordultak meg, amikor autópályákon gumikat gyújtanak fel Franciaországba, kamionokat gyújtanak fel, és most hagyd ne soroljam azokat a megmozdulásokat, ami a nyugati gazdaszervezeteknek bizonyos értelemben történelmi hagyománya. Tehát láthattuk, Koblenzben is tüntetések voltak, miközben tárgyalások folytak. Tehát a legkülönfélébb gazdaszervezetek ma már hol szélsőségesebben, hol tárgyalási útján, de mindenképpen hallatják a hangjukat. Én azt mondom, hogy a magyar képviseletnek és Magyarországnak a legfontosabb érve a tények, a tényszámok lehetnek, amiben valóban el tudjuk mondani, hogy a magyar gazda, már itt is szó volt róla, környezet kímélő gazda, a környezetet védő gazda, és nem szabad elfogadnunk olyan megállapításokat, amely fűnyíró elv szerint fog
ja, netán az országokat figyelembe venni, hiszen ami múltkor is csak egyetlen példát ismétlek meg, amíg Magyarország egy hektárra 1,8 kg per hektár per év növényvédőszert használunk fel, mindenféle növényvédőszert, beleértve addig Olaszország 4,8, Benelux államok bőven 4 fölött, és hogyha fűnyíről szerint azt mondjuk, hogy 50%-kal kell csökkenteni a növényvédőszer kibocsátást, itt nem hatóanyag, tehát különféle hatóanyagok plusz bevonásáról van szó, akkor bizony a Olaszország 2,4-jel vígan megvan, mi meg az 1,8-unkkal csökkenthetjük 0,9-re. Tehát nem azonosak a feltételek, közben pedig ugye a szerkivonások miatt többszörös permetezésre van szükség, tehát inkább növekszik az egy hektárra kipermetezett hatóanyag mennyisége. Tehát mindenképpen itt nagyon-nagyon érveken alapuló tárgyalásoknak leszünk a tanúi, nagyon oda kell figyelni a brüsszeli tárgyaló delegációnak, hogy mit fogad el, amellett, hogy a szélsőséges zöld nyomás, amelyik sokszor nem körültekintő, nem megalapozott, semmiféle hatalmas tanulmánnyal nem rendelkezik, hát nagyon erősen nyomja a gazdatársadalmat. No, hát a mai adásban ennyi fért bele. Én azt gondolom, hogy fontos dolgokról sikerült beszélnünk, és hát természetesen innét folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra.